Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. Na Gábor, hogy teljesítettek az autórészvények a tőzsdén? Így nem. Ezzel most megsoroztam. Hát ugye ez volt a cél. Amúgy sehogy, mert hogy semmi se sehogy. Úgyhogy most szerencsére nagyon rövid tőzsdejelentést tudunk kicsenteni. Azt írja a kedves hallgató, azt gyorsan beletrolkodom, mint hogy felkészültem egy egész napos fapados rovatra. Te kérdezted, én Isten bizony nem. Engem érdekel? Nem lesz fapados rovat. Próbáljuk tartani. Így is van. Az adásmenetet. Végre volt egy ilyen semmilyen nap, amikor igazából semmi se történt. Most az a nagy para, hogy a múlt heti fölpattanás, amúgy egy esőt rendben, múlt heti fölpattanás után hétfőn váratlanul beöntötték a Wall Street-et, volt egy jó nagy esés. Na ez vajon folytatódik-e? Az elején volt egy kis ugrálás, kicsit föl, kicsit le, pluszban, minuszban. Aztán végül úgy döntöttek a befektetők, hogy jó lesz ez nekünk, és ott a nulla környékén szépen beálltak, az egyik plusz nulla, a másik mínusz nulla. Ezt megelőzően még Európában azért volt, ami nagyobb mértékben esett, de hát a DAX-nak feltűnően jó volt a kedve még hétfőn is, ezt korrigálta lényegében, úgyhogy rég nem látott unalmas és nulla közeli, és a második felében a napnak elég szűk sávba beszorult kereskedést láthattunk tegnap. A budapesti értéktőzsdén pedig az volt az érdekes, hogy a hétfői egyértelmű emelkedés, amely talán a bizalom visszatérése miatt lehetett a kamatemelés után. Na, ez elpárolgott, tehát Pesten napon belül is lecsorgást láttunk, és az összes vezető részvény lényegében lefelé tartott, de a Richter tudta tartani 7000 forint fölötti szintjét, az OTP pedig hát a nagy nehezen kitört a 8500-as szintről, előző nap 8700 fölé ment, most pedig éppen visszaszánkázott 8500-ra, illetve alá is zárt, úgyhogy nagyjából ennyi történt a budapesti piacon. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Jaj, hát nem mondtam el az Extendet, akkor azt még mindenképpen a kispapíroknál is. Már úgy tűnik, még a nagy sztárok is elengedték magukat, hogy a Gloster ment nagyon jót az elmúlt időszakban, de a 1300-as csúcsról most már 1100 közelébe korrigált vissza. A napnak volt még nagy forgalma, és a Poliduknak is, ezek 2, illetve 5%-ot estek a tegnapi napon. És megjött a reggel SMS-e, már most. Na? Kedves Gábor, akkor döntsétek el, kinek szól az üzenet. Hát szerintem eldöntöttük. Neked? Nem. Nekem? Hát te tetted fel a kérdést, te kíváncsi voltál, én meg válaszoltam, és miután újdonság is volt a témában, ezt most belebigyeztettük a műsor szövetébe, de a hallgató csak trollkodik, és nem lesz természetesen ezt túlbeszélve. Viszont itt van velünk Czoller Andi is. Jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok! Na, milyen? Így? Furcsa? Furcsa titeket így együtt látni reggel. Én még nem ittam meg a kávémat, amikor egyszer csak szembe jött a Gábor, és én nagyon erősen pislogtam. Ezt jól titkoltuk mindenki elől egyébként. Pedig régóta szervezzük a dolgot, úgyhogy... Majd egy óra múlva bejövök, és megnézem a táskákat a szemed alatt. Azt hittet, hogy egy órával később van, ugye? Nem, kettővel. Kettővel, valóban. Hát most, jó meglepetés volt. Most még élvezi, legalábbis nekem úgy tűnik. Hát most még tart az adrenalin, de amikor majd a 4 órás alvás így bekopogtat. Én nálam is annyi volt, igen. Azt nem, az kitart műsor végéig, az 10:00, az a szignál végén szokott elmenni. Majd figyelj, és akkor leborít a lájtos összezmonás. Hát figyelj, ráadásul fontos témában fogsz te szakérteni, illetve lesz olyan témák, amit te a műsorban, amihez te nálam sokkal jobban értesz, úgyhogy szerintem kérdezni is te fogsz. Sok minden érdekessel várjuk még. Hát magamat fogunk kérdezni. Olyan interjú. Olyan is lesz. Jó. De most akkor Andi és a hírek. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám